Tömeges nemi erőszak is történhetett a Hamas Izrael elleni támadása során, ezt állítják a szakértők. Az ENSZ adatai szerint egy hónap alatt felére csökkent a Gázába érkező segélyszállítmányok mennyisége, a térségben éhínség fenyeget. Közben a Ramadán alatti támadásokra szólította fel a palesztinokat a Hamas, Izrael pedig azt állítja, hogy az ENSZ egyik segélyszervezeténél terroristák dolgoznak. A romok között gyújtottak tüzet éjszakára a palesztinok Gáza városban. Az övezet északi részén élők élelemreményében indultak el délfelé, több százan kutatnak segélyek után az összeomlott házak között. A Jabalia táborból jöttem, az éhség hozott minket ide. Nem akarunk itt maradni, innen északra tragikus körülmények között élünk. Az izraeliek ránk támadtak, sokakat megsebesítettek. Az éhség miatt jöttünk nem harcolni. Nem vagyunk terroristák vagy szabótörők, ahogy mondják. Gáza északi részén éhínség van, és senkinek nem jut élelem, panaszolt egy férfi. Az egészségügyi világszervezet szerint a gyerekekre jelenti a legnagyobb veszélyt az élelmiszerhiány, már több tucat halálesetről számoltak be éhezés és kiszáradás miatt. Az ENSZ adatai szerint februárban csak fele annyi segélyszállítmány jutott be Gázába, mint egy hónappal korábban, ráadásul az övezet északi részébe már szinte semmi nem jut, amióta a világélelmezési alap már nem küld teherautókat a térségbe. Az ENSZ szerint megalapozottan feltételezhető, hogy szexuális erőszak és tömeges nemi erőszak is történt a Hamász október 7-i dél-izraeli támadása során. Bár a palesztin terrorszervezet ismételten tagadta a vádakat, a nemzetközi elemzés szerint valószínűleg a Gázába hurcolt túszokat is szexuálisan bántalmazták. A Gázába hurcolt túszokkal kapcsolatban egyértelmű és meggyőző információkat találtunk arról, hogy a foglyokkal szemben szexuális erőszakot, köztük nemi erőszakot, szexualizált kínzást, kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmódot követtek el. Alapos okunk van azt is feltételezni, hogy az ilyen erőszak még mindig folytatódhat a még fogságban lévőkkel szemben, mondta az ENSZ külön megbízottja. Női túszokról beszél, az ENSZ palesztin menekülteket segélyező szervezetének egyik gázai alkalmazottja azon a hangfelvételen, amelyet az izraeli hadsereg tett közzé. A telefonbeszélgetés során a férfi leírja, hogyan vett részt a Hamász októberi támadásában, és beszámol arról, hogy túszokat ejtett. Izrael szerint a civil szervezet több mint 450 iszlamista szélsőségest alkalmaz a gázai övezetben, akik között tanárok és egészségügyi dolgozók is vannak. Több nyugati ország a vádak miatt már felfüggesztette a palesztin menekülteket segítő szervezet támogatását. António Guterres, ENSZ főtitkár átfogó vizsgálatot ígért az ügyben. Közben a Hamász egyik tisztségviselője egy beiruti konferencián felszólította a közel-keleten élő palesztinokat, hogy napi rendszerességgel kövessenek el támadásokat Izrael ellen a muszlim bőjti hónap idején. Biztosíthatok mindenkit, hogy a Ramadán alatt is folytatni fogjunk, mint eddig, ha Isten is úgy akarja. A Jeruzsálemben, Cisziordániában és a megszállt területeken élő családjainkat meghívjuk, hogy már a bőjti hónap első napján utazzanak az Al-Aqszához, és változtassák a Ramadán minden pillanatát az ellenséggel való összecsapássá, és erre szólítjuk fel az egész arab világot, fogalmazott a Hamász tisztségviselője. Jelenleg is tartanak a tűzszüneti béketárgyalások Izrael és a Hamász között. A katari és az egyiptomi közvetítők azt szeretnék elérni, hogy a megállapodás még a Ramadán kezdete előtt létrejöjjön.